A héten még kitart az indián nyár, napközben akár 26 fok is lehet. A jó idő vonza a turistákat és a természetbe járókat. A szállodák és vendéglátóhelyek is tele lesznek a hétvégén. Miskolc Tapolca és Lillafüred is kiemelt célpont a nyárias októberben. A szép időnek az embereknél már csak a hattyúk és a kacsák örülnek jobban. Ilyenkor sok a látogató, aki finom falatokkal érkezik. A miskolctapolcai tó környéke élővilága miatt rendkívül népszerű. Voltak olyan látogatók, akik kifejezetten az itt néha-néha felbukkanó mandarinrécék miatt érkeztek. Mi ahol megjelennek, oda elmegyünk. Tavaly is kerestük, itt voltunk, már innen elmentek, aztán megtaláltuk az unikarcikán őket a tóba. A mandarinréce meg is jelent némi várakozást követően. A mai 20 fok körüli meleg időseket, kisgyerekeseket és sportolókat is vonzott a miskolctapolcai parkba. Nagyon örülünk neki, hogy ilyen szép idő van, és remélhetőleg ki is tart még egy darabig. Ahogy néztem az előrejelzést, hát legalább egy hétig, másfél hétig ilyen idő lesz. Ez a vénasszonyok nyara az egyik legszebb idő az évben. A medence is még vízzel teli, és a vendégek sem fáztak mellette. A jó idő a szállodáknak is kedvez. Látszik is a szabad tükrünkbe, hogy az október hónapunkra már nem is nagyon vannak szabad helyek. Üres szoba itt már csak novemberben lesz. Miskolctapolca minden hónapban nyújt látnivalót, az őszi meleg viszont a természet szeretőknek kedvez leginkább. Én ajánlom a vendégeknek, hogy menjenek ki kirándulni, túrázni, mert gyönyörű szép még a táj, és hogy nagyon nem is szeles az idő, így halomkorona is gyönyörű. Egyébként nálunk a szállodában mi tegnap eltettük a kerti bútorokat, de a hétvégére valószínű, hogy elő kell lesz venni megint. A mostani szinte nyárias októberi időjárás előreláthatólag a hétvégéig marad. A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint az indián nyár, más néven a vénasszonyok nyara, ezen a héten még biztos, hogy kitart. Egyes helyeken 26 fokot is mérhetnek, amihez természetesen napsütés is társul. Így tehát használják ki, amíg az ősz a szebbik arcát mutatja, és tartózkodjanak minél többet a szabad levegőn. A híradót Kovács Kuruli tíme a tudósította.